Az Agriculé Kft. Cégcsoport 1998-ban alakult. Jelenleg családi vállalkozásként működik, amely zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozik. A cég alapításának célja a szatmári táj és környéke zöldség és gyümölcs termelőinek és tevékenységüknek összehangolása, szervezése. A vállalkozás folyamatosan fejlődik, újabb munkahelyeket teremt határon túliak számára is. Ezért nagy jelentőségű a Jánkmay Tisi vendégház megépítése. Ez a térség, ahol most itt vagyunk, itt nagyon fontos minden olyan beruházás, minden olyan fejlesztés, amelyik a munkahelyteremtésre irányul. És azáltal, hogy az Agricola Kft. Létrehozta ezt a vendégházat, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy még több foglalkoztatottat tudjon számukra megfelelő munkával ellátni itt a környéken, mivel a legfontosabb kérdés egész Magyarországon, de ezen a környéken még inkább az, hogy legyenek munkahelyek. A beruházás LEADER támogatásból a Darányi Ignác terv részeként valósult meg, ami a mezőgazdasági vállalkozások számára speciálisan kiírt pályázati lehetőség. A cég a kertek, a feldolgozóüzem és a logisztikai központ mellett a vállalkozás bővítésére építette a vendégházat, amire több mint 31 millió forint támogatást kaptak. Illeszkedik a térségi LEADER-be, hiszen mi fontos feladatoknak tekintettük azt, hogy a falusi szálláshelyeket próbáljuk megnövelni. A falusi szálláshely alatt a 21. században most már minőségi szálláshely követelmények vannak, és ez a vendégház Jánkmay Tisi településen illeszkedik ebbe. A cég főként medgyet, szilvát és almát dolgoz fel. Ezekből évente mintegy 3-5 ezer tonna kerül az üzembe. A vezető termékük pedig a szatmári szilvalekvár, ami a hungarikummá válásához szükséges lista 71. helyén van. Két időszakot vehetünk figyelembe. Az egyik az az úgynevezett aktív időszak, ami a tavasz végétől ősz végéig tart. Majd a ősz végétől, tehát a téli időszakban, amikor kevesebb embert foglalkoztatunk, tehát az aktív időszakban 300 főt, közel 300 főt, és a gyakorlatilag a eltelt másik időszakban ott pedig tulajdonképpen, amikor csak a logisztika dolgozik elsősorban, a feldolgozó kapacitásunk az akkor vissza van véve, akkor 120 főt foglalkoztatunk. Ebből kárpátaljai magyar most jelen pillanatban 30 fő, akit foglalkoztatunk, illetve Szatmár vidékről is foglalkoztatunk 10-15 főt. A vendégházban jelenleg főként a vállalkozásnál munkát kapott kárpátaljai magyarok vannak elszállásolva.